7 év után visszatértem Veszprémbe, legutóbb nagyon hideg volt itt, és fáztam, mert ősz volt, de legalább szépek voltak a lehulló falevelek, meg jó volt a hangulat. Most 2023-ban Veszprém és Balaton Európa kulturális fővárosa. Nézzük meg, hogy ez hogy mutatkozik meg a valóságban. Azt vettem észre, hogy sok itt a fenyő. Kelet-Magyarországon nincs sok fenyő. Ebben már különbözik. Aztán még meglátjuk, hogy még mik lesznek itt most itt. És egy fontos dolog, amit senki nem tud Veszprémről, hogyha valaki esetleg sapkabélésekkel, meg ilyen szörmékkel, valaki szörmékkel kereskedik, meg ilyen bundákkal, akkor, és ide jön, akkor Veszprémet. Ennyire futottam be. Olyanok ezek a házak, mint Szlovákiában. Szlovákiában láttam ilyen házakat. Ezek az úgynevezett szlovák házak. Nem tudom, hogy Veszprém és Szlovákia ennyire közeli, szoros kapcsolatban áll egymással. V-bike. Ez olyan, mint Budapesten a Molbubi. Eddig ezt sem láttam. Vagyis hát nem volt. Ezek ilyen bérelős kerékpárok. Kíváncsi vagyok hány forint. Egy perc. Ez tök menő, ez a sebességjelző. Úgy tűnik, ez is ilyen uniós dolog, tehát biztos közel van a Európa kulturális fővárosához. Még egy újabb kulturális különbség. Nyíregyházán erre mi azt mondjuk, hogy kuga. Kidobom a kugába a dolgokat például. És ez pedig egy Ford kuga. Srácok, nem hiszitek el, mi történt. Megkergettek a WC-ben. Konkrétan bekergettek a WC-be. Nagyon sürgős dolgom volt, és muszáj volt bemennem, és ezért nem volt idő a táskából előpakolni a pénztárcát, a pénztárcát kinyitni, megkeresni a kis zsebet, megkeresni a százast, mert amúgy 100%-ot kifizettem volna, hogyha nincs ott, aki ellenőrzi, akkor is, mert én nagyon szeretek fizetni a kugyozásért, és én szerintem minden embernek fontos kötelessége, hogy fizessen azért, hogy húgyozik, meg hogy levegőt vesz. Szóval üldözőbe vett az illető, mondta, hogy uram, persze ez a munkája nyilván üldözőbe vesz. Hogyha nem kap el, akkor tőle vonják le. Szóval beüldözött engem a WC-be, gyorsan magamra zártam. Aki ott volt bent, ott nevettek. Én megpróbáltam, ma kis voltam, hogy bocsi, sürgős. Aztán, amikor kimentem, ott várt, hogy fizessen be. Zsebbe akartam neki fizetni egy 200-ast, de mondta, hogy be kell dobnom a gépbe, mert hát őt is kamerával figyeli. Szóval ne tegyétek ezt. Hogyha Veszprémbe vagytok, mindenképp előre dobjátok be a 100-ast. Én azt hittem, utólag is lehet. Minden esetre veszélyes kaland volt. Még nem üldöztek sose WC-ben. De a kalandok itt nem érnek véget. Még remeg a kezem az előző megpróbáltatástól. És oda jött két srác itt a plázában, hogy csinálhatok egy képet. Nagyon goofik voltak. Kérdezik, csinálhatnak egy képet? Mondom, igen. Azt mondja, ez a vicces volt. Wow, egy tükör. Valaki eljönne velem a Kokó teraszra? Írjátok meg kommentben. Végre a híres posta. A híres Veszprémi posta. Illetve emlékszem, mint képeken. Hello! Valaki tudja, ez kiről van mintázva, hamarabb kéne. Itt a váráruház, vagy mondhatni váruház. Biztos ezt még senki nem hallotta, aki veszprémi. Nem volt itt ez a sétáló utca, erre megmernék esküdni. De nagyon szép hangulatos utca. Úgy tűnik, akkor nemrég építették.
2017 után. De javítsatok ki, ha tévedek. Ez az új épület, a Hangvilla. Ez ilyen zenei rendezvényközpont, így szervezik többek között a koncerteket is. Nem tudom igazából mit, de gondolom ezeket. De ez se volt itt még 2017-ben. Veszprém tényleg fejlődik. Itt vagyunk Veszprém Váci utcáján. Nagyon sok szép étterem van itt. És vannak gyerekek. Van ez a kisvasút, a kiskocsi izé. Ezzel mindig szeretek utazni. Az ott a városháza, gondolom. Integessetek! Ott vannak a legnagyobb fanyaim. Tehát már ők is megvannak. De wear the hozát. Itt van a soproni tűztorony. Kevesen tudják, hogy ez is Veszprém egyik híres látványossága. Városi polgárok pénzén épül föl e ház. Itt tűzpusztítás védelem eszköze áll. Okay. Én azon a kapun megyek be. Ez a volt, ami is ott megyek be. Jó lesz ez a kapu is igazából. Bum. Most ebben a pillanatban beléptem a várba. Nagyon felemelő érzés ez itt most. Az mi az a torony? Kicsit félelmetes. De szép a kilátás. Ott a szép panelházak. Ott laknak messze a proletárok. Nem érződik el idáig a szaguk. Ott a híres posta és a belváros. Itt pedig a szép kertes házikók. Most feleztem fel, milyen magasan vannak ezek. Nagyon félelmetes. Te bírnál ilyen magasban dolgozni? Írjátok meg kommentben. Én bírnék. Izgis lenne. Na, ingyen információhoz juthatunk. Kevesen tudják, de a piarista gimnáziumban piaristák szónoklatra, tehát retorikára tanították a diákokat. Megtaláltam szerintem a világ legfehérebb épületét. Jaj, a szemem kiég, ha ránézek, jaj. Miután kiégett a szemem, felfedeztem egy nagy obeliszket. Ez úgy látom, hogy a múlban 1543-ban építették a mórok. Hozták magukkal az agyag mesterséget, és azóta itt áll, nagyon szép. Sok helyen felújítás van itt most. A múltkor is, múltkor 6 éve, akkor kb. Az egész felújítás alatt állt. És most akkor azért ilyen szépek az összes ház. Szinte mindegyik olyan, mintha új lenne. Ismét a szép kilátás. Arról a templomból csináltam egy képet 6 éve. Meg is mutatom, ez a kép. Onnan csináltam. Úgyhogy ez lesz a Magnum Opus, a
az utazásom csúcspontja. Az út is elég epik, hogy ott lebeg, így az erdő felett csináltak egy hidat. Ilyet én még nem láttam. Ezek pedig a kis makettházak olyan innen, mint hogyha makettek lennének. Nagyon hangulatos. Glória nőtt a fejem köré az isteni malasztól, amik a templomból áradnak. Annyi templom van itt, és egyik szebb, mint a másik. Mindegyik szépen fel van újítva. Még itt, ez nem tudom mi ez a ház, de a réz eresz csatorna is még nincsen oxidálódva, hanem vadonatúj fényes. Úgyhogy ez úgy tűnik ez a templom negyed, vagy nem tudom. De szépek a templomok belülről is. Az egész város olyan, vagyis hát ez a belváros olyan, mint a most épült volna. Hát mindenhova nem jutottna, mert minden tökéletes. Az életben van jó és van rossz. Vár! Fesztivál! Állatkert! Aréna! Ez egy epikus Veszprém promó volt. Veszprém, látogass el még ma! És mindenki így beszél. Jaj ne, nézzétek ott lent a bokorban. Ott látjátok. Ott van a Veszprém. Olyan, mint a Yeti, meg az érdőzőrmúseg. A Veszprém, a Veszprém évtizedek óta terrorizálja az óvodáskorban. Rossz nyelvek szerint úgy hívják, hogy László. És itt vagyunk végre. Elértünk a tökéletes helyszínre. Túrám végpontja a Magnum Opus, ahonnan a fal is látszik. Nagyon epikus nap volt ez a mai. Felismertek többen is. Beszóltak az utálóim, hogy illatos a rózsa. Elsírtam magam. Üldöztek a WC-ben. Szeretetet csináltam. Úgyhogy összességében egy nagyon izgalmas nap volt ez a mai. Veszprém városát pedig 10-es skálán 10-esre értékelem, mert szépek a régi épületek. Szóval írd meg kommentben, hogy legközelebb melyik városba utazzak. Találkozok ott. Sziasztok!